A március végén Veszprémben rendezendő lengyel-magyar barátság hete kapcsán tartott sajtótájékoztatót március 8-án a Szaléziánumban Márfi Gyula érsek, Nagy Károly apát kanonok, a Szent Mihály Bazilika plébánosa, illetve Udvarhelyi Erzsébet, a Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjtemény, valamint Páfalviné Ősze Juditta Szaléziánum igazgatónői. A Lengyel-Magyar Barátság napja március 23-a, amelyet 2007 óta rendeznek meg, egyik évben Lengyelországban, másikban Magyarországon. Az idén Veszprém lesz a házigazda, s nem csak egy nap, hanem egy teljes eseményekkel teli hét várja a veszprémieket és az ide látogatókat. Számunkra a legfontosabb, hogy a Lengyel-Magyar Barátság napján, mikor a városban találkozik a lengyel és a magyar köztársasági elnöki pár, hogy a katolikus egyház is a legmagasabb szinten ünnepel, mondta el Márfi Gyula érsek, a Veszprémi Szent Mihály Bazilikában március 24-én délelőtt 10 órakor Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek mutat be szentmisét, Veres András püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, Stanislav Gadecki érsekkel, a Lengyel Katolikus Püspöki Konferencia elnökével, valamint a Főegyházmegye papságával. Nagy Károly apát kanonok megemlékezett a Lengyelországban született Szent László királyunk kapcsán a tavalyi Szent László évről, amikor is a Főegyházmegyében is rengeteg lengyel-magyar kapcsolat elevenedett meg. Visszaemlékezett arra, hogy pár éve a Veszprémi Főszékesegyház is fogadta a Częstochowai szűzanya képének másolatát, de arra is, hogy tavaly több száz hívő adta le saját és családtagjai fényképét a pálosok által kezdeményezett Mária élő koronája akció keretében, mellyel a szűzanya megkoronázásának 300. évfordulójára emlékeztek. A Szaléziánumban az Árpádházi Szent Kinka Egyesület szervez konferenciát a Szaléziánummal és a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárral, hiszen, mint elhangzott, a Veszprémi Főegyházmegyében van Magyarország egyetlen Szent Kinga tiszteletére épült temploma is Küngösön. A Szaléziánum kiállítással is készül, a két ország összekapcsolódását kívánják majd bemutatni, magyar és lengyel szentek példája nyomán, mondta Páfalviné Ősze Juditta Szaléziánum igazgatója, aki a Szent Kinga konferenciához hozzátette, regisztrációt kérnek a szervezők. A megnyitón március 22-én csütörtökön 14 órakor Márfi Gyula érsek, Buskó András az Országos Lengyel Önkormányzat Kulturális Bizottságának képviselője, Takács Zoltán Balázs az Árpádházi Szent Kinga Kulturális Egyesület elnöke, valamint Szabó Gergely Küngös polgármestere mondanak majd köszöntőt. A Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjtemény igazgatónője, Udvarhelyi Erzsébet elsőként örömmel számolt be arról, hogy a gyűjteményben március 18-ától újra látogatható lesz a történelmet írtak II. János Pál és 23. János az Életszentség útján című kiállítás. Az egyházfők életét, pápai és diplomáciai szolgálatát bemutató, személyiségeket is megelevenítő, reprezentatív tárlatot 23. János és 2. János Pál 2014 évi szentélyavatásának előzményeként rendezte meg a Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjtemény. A Szent Imre piarista és helyőrségi templomban a Magyar-Lengyel Barátság hete alkalmából a Budapesti Lengyel Intézet két kiállítását mutatja be a Boldog Gizella főegyházmegyei gyűjtemény. 1939-ben a náci Németország és a Szovjetunió előbb titkos paktumot kötött a lengyel területek felosztásáról, majd megtámadták a lengyel államot. Ezt a kiállítást a Nemzeti Emlékezet Intézete, a Lengyel Nemzet Elleni Bűncselekményeket Feltáró Bizottság és a Budapesti Lengyel Intézet rendezte a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma megbízásából. A kiállítás megnyitón köszöntőt mond dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke, és Némedi Lajos alpolgármester.